Köszöntöm nézőinket, Delik Inga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Kaposmenti magazinunkban. Berg Judit írónő volt a Dombovári Általános Iskola vendége. Gyereknap Dalmandon. A buborékok csodavilágába jártak a gyerekek. Ízelítő a sváb zenéből. Fúvos találkozót szerveztek Dombováron a Nemzetiségi Kultúrák napján. A legkisebbeknek szól a csicsergő foglalkozás Pocsolán. Várja leendő növendékeit a Dombovári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. A Dombovári József Attila Általános Iskola diákjai nagyon jól ismerik Rumini, Lengemesék vagy éppen Maszad történetét. A kis nebulóknak a tanév folyamán sok kérdés megszületett a fejükben a történetekkel, a karakterekkel kapcsolatban, amelyekre most egy író-olvasó találkozó keretében választ is kaptak az alkotótól Berg Judittól. Dombováron a József Attila Általános Iskola diákjaihoz vendég érkezett, akinek munkásságával ismerkedtek a tanév folyamán, tudtuk meg tanítójuktól, aki maga is rajong az írónő történeteiért. Az én fiam most 12 éves és 6. osztályos egy általános iskolában itt Dombováron, és alsóban az ő nagyon kedves tanára, magyar tanára volt az, aki rászoktatta őket az olvasásra, ők 32-en tanulnak jelen pillanatban az osztályban, és a nagy többség olvas, ezt a könyvet választotta, a Rumini első részét választotta 3. osztályban. Ezt olvasták el ők, majd aztán a fiamnak annyira megtetszett, hogy végigolvasta az összes részt, és a 10. is megvásároltatta velem a nem is olyan régen, és ezt is elolvasta. Borzasztóan nagy rajongói lettünk, én is elkezdtem olvasni vele az első részt, én is végigolvastam. Majd aztán ide kerültem én a József Attila iskolába, én is úgy gondoltam, hogy a 4-eseimnek ezt a könyvet választom, hiszen tényleg annyira izgalmas és annyira magával ragadó, hogy azt gondolom, ilyen könyvet kell a gyerekekkel megismertetni ahhoz, hogy aztán az olvasás magát megszeressék. Közösen a kollégákkal beszéltük meg azt itt a 3.-4. évfolyamon, hogy mindannyian Ruminit, illetve Berg Juditot kezdünk el olvastatni a gyerekekkel. Ez a tanmenetbe építjük be általában ezeket az olvasásórákat, külön felépítve. Természetesen nem csak elolvassuk ezeket a könyveket, hanem fel is dolgozzuk. Én például a munkafüzetet készítettem a Rumini első részéhez, a sorozat első részéhez, és így dolgoztuk fel tematikusan fejezetről fejezetre. És hát mi is lehetne ennek egy szép bezárása, egy ilyen feldolgozásnak, egy ilyen alapos könyvátolvasásnak, mint hogy magát az írónőt hívjuk el ide, hogy a gyermek maga is láthassa azt a rendkívül termékeny és fantasztikus írót, aki ezeket a könyveket megalkotja. Berg Judit történeteit a tematikus szerkesztés és a világos megfogalmazás jellemzi, amit a gyerekek is könnyen megértenek, az írónő pedig a találkozások alkalmával igyekszik a közönség kíváncsiságát kielégíteni írásaival és azok hátterével kapcsolatban. Hogyha iskolába megyek, akkor általában abban bízom, hogy a gyerekek fognak kérdezni, úgyhogy az előadás az mindig azt szerint alakul, hogy mi érdekli a helyi gyerekeket. Úgyhogy általában mondok egy kis bevezetőt, de utána engedem, hogy a gyerekek alakítsák a beszélgetést. A legtöbb gyereket nagyon szokta érdekelni a Rumini születése, hogy mi lette, honnan jött a szereplők neve, hogy hány éves voltam, amikor kitaláltam, hogy miért lettem író. Tehát ezek azok a kérdések, amikre tulajdonképpen azért számítok, és általában be is szoktak jönni. Aztán időnként elhangzanak olyan kérdések is, amiket még soha senki nem kérdezett meg. Volt már olyan, amikor azt kérdezték tőlem, hogy én melyik szereplőmre hasonlítok a legjobban, és miért pont azt a tulajdonságomat írtam bele az adott szereplőbe, és mondjuk ez egy 8 éves gyerek szájából, ez egy nagyon meglepő kérdés volt, nagyon örültem is neki. Hogy felnőttként mennyire nehéz olyan történeteket papírra vetni, ami érdekli a gyerekeket? Ez alkat kérdése, én igazából így működöm, tehát, hogy én nekem hamarabb jutnak eszembe gyerekeknek szóló történetek, mint mondjuk felnőtteknek szóló történetek. Nem mondom, vannak felnőtteknek szóló ötleteim is, most éppen egyébként egy felnőtt krimit írok, de nekem annyira levegőből mindenütt a gyereksztorik jutnak eszembe, hogy egyszerűen valószínűleg erre lettem kitalálva. Általában azzal, hogy egyszerre csak egy dologra koncentrálok, de mindig van valami, ami párhuzamos, amik ilyen lappangó üzemmódban jelen van. Ez most például a Lengemesék következő része,
és amellett, hogy most teljesen a felnőtt könyvre koncentrálok, így érzékelem, hogy valami a tudatom mélyén mocorog a lengemesékkel kapcsolatban, és amikor belefáradok majd a felnőtt könyvbe, mert mondjuk egy 3-4 hét intenzív munka után muszáj leállni vele, akkor egyszer csak majd előugranak a lengék. Szóval ez egy nagyon érdekes összjáték, ami ilyenkor a fejembe zajlik, és néha én is döbbenten tapasztalom, hogy mi minden van oda bent. A magyar-angol szakos tanári diplomával és drámatanári végzettséggel rendelkező írónő számos elismerést tudhat már magáénak, de a legfontosabb visszajelzés olvasóinak szeretete. A legkomolyabb kitüntetés a József Attila díj, amit kaptam, de és kaptam könyvtárosok díját, meg kaptam közönségszavazat díjakat. Na erre például, amikor a Rumini az évtized gyerekkönyve lett a közönségszavazat alapján, arra például nagyon büszke voltam, de számomra a legnagyobb díj, amikor a gyerekektől kapok egy paksamét, a rajzot, vagy levelet, van otthon egy hatalmas gyűjteményem, horgolt, gyöngyökből készített, nemezből készült, üvegfestékkel elkészített Ruminikből. A Dombóvári József Attila általános iskolában a diákok sok-sok kérdésre kaptak választ Berg Judit írónőtől. A buborékok világába kalauzolták el a gyerekeket Dalmandon, a gyereknapi rendezvényen. Az önkormányzat minden évben újdonsággal lepi meg a falu óvodásait és iskolásait. Ez alkalommal a gyerekek nem csak táncoltak, de megtanulták azt is, hogyan kell óriás buborékot fújni. Boldog, mosolygós arcokkal telt meg a dalmandi focipálya az idei gyereknapi rendezvényen. Lufi hajtogatással, légvárral, vidám játékokkal és interaktív műsorral várták a gyerekeket. A település vezetés azonban úgy gondolta, újdonságot is szeretnének csempészni a minden évben ismétlődő programok közé. Így ez alkalommal a buborékok világába kalauzolták el az óvodásokat és az iskolásokat. Most azt gondoltuk, hogy ilyen melegbe és az idő nekünk kedvezett, valami újat mutassunk nekik, tehát ezért buborék koncertet kaptak a gyerekek szórakozásul, és most kezdődik majd az, hogy mindenki megtanulhat óriás buborékot fújni, amit már nagyon várnak, és nagyon élvezik, és örülnek neki, mert ilyenben még nem volt részük. A házigazdák a vendéglátásról is gondoskodtak. Tehát nutellás, legváros, kakaós és túros palacsintát kapnak a gyerekek, hagymás zsíros kenyeret, jeges limonádét, játékot is vásárolhatnak nekik a szülők, de természetesen a többit mind ingyen az önkormányzattól kapják. Tehát úgy gondolom, hogy közösségben vannak, együtt a kis csapatokkal, óvodások, iskolások, és nagyon jól érzik magukat. Dalmandon több mint 100 óvodás és iskolás gyermek lakik. Az önkormányzat ezért kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő generáció helyben tartására és a falu vonzereinek növelésére. Dalmand településnek a gyermek szó azt jelenti, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyre több fiatal család költözik Dalmandra. Egyre több az iskolás és óvodás gyermekünk, egyre több baba születik, egyre több esküvőt kell tartani, és reméljük, hogy ez így is marad, mert számunkra ez azt jelenti az boldogságunk, a mi boldogságunk is, és az, hogy látjuk, hogy ők örülnek, ezáltal mi is. Szeretnénk, hogyha az óvodánk, iskolánk létszáma nőne, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne menjenek máshová iskolában, ne menjenek máshová óvodába, hanem itt maradjanak Dalmandon, a mi községünkbe. Nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy igen, itt vannak az óvodások, itt vannak az iskolások, sőt, itt vannak az egész pici gyerekek is, és még más községből is jöttek gyerekek, és más községből is idehozták a szülők a gyermekeiket, hogy egy kicsit jól érezzék magukat, mert ez egy különleges koncert volt, ez egy különleges dolog volt, ami nem a légvárral egyenlő, hanem más újdonságot adott mindenkinek az életébe. A településvezetés minden korosztályt igyekszik megszólítani, ezért a nyár folyamán színes programsorozattal várják a falu lakóit. Szerveznek többek között retrodiszkót, közös kirándulást, az augusztusi falunapra pedig meglepetésekkel és újdonságokkal készülnek. Fúvos együttesek találkozójával emlékeztek meg a Nemzetiségi Kultúrák Napjáról Dombóváron. A rendezvényen a Dombóvári Zenész Egyesület mellett részt vettek a kaposzekcsői és pécsváradi fúvosok is. A repertoárban leginkább hagyományos vábzenék szerepeltek.
első alkalommal rendezték meg Dombováron a Nemzetiségi Kultúrák Napját. A művelődési ház előtti téren fúvos együttesek adtak ízelítőt a közönségnek a német ajkúak zenei hagyományából. A német nemzetiségeknek a fúvos zene a kedvenc zenéje, és ennek köszönhetően a fúvósokat invitáltuk meg. A találkozón a Dombovári Zenész Egyesület mellett a Kaposszegcsői Fúvós Egyesület és a Pécsváradi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Egyesület vett részt. Régen játszottunk már Dombóváron, amikor még gyermek voltam, akkor szinte minden évben több alkalommal is, és nagy örömmel fogadtuk a felkérést, és igyekszünk eleget tenni neki. Bízom benne, hogy találkozunk olyan emberekkel, illetve olyan zenészekkel, akikkel régóta nem találkoztunk, valamint új arcokat is meg fogunk ismerni, és remélem egy szép délutánt eltöltünk együtt. A repertoárban főleg sváb zenék szerepeltek. Ma főként német ajkú zenével készültünk, hiszen tudtuk, hova jövünk, de elképzelhető, hogy belecsempészünk egy kis más stílust is. Dombovár az nem kimondottan német település, itt szerb-horvát kis településsel indult az élet, csak miután a vasút munkaerőigénye kívánta, akkor települt be nagyon sok német a környékről. A sváb hagyományokat a települések igyekeznek megőrizni és ápolni. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a felnövekvő nemzedék is megismerhesse a német ajkú ősök mindennapi szokásait. Elég mély gyökerei vannak. A környező település, sváb településekben nagyon sokan beköltöztek Pécsváradra, és hát ők igénylik a német kultúrát. Azt hiszem, hogy mindenhol egyre nehezebb ezt átvinni a fiatalok nyelvére. Hát ezért nem csak német zenét játszunk, hanem mást is be kell csempészni, illetve más közéke becsempészni a német nemzetiségi zenét. A fúvos találkozót a Dombovári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete közösen szervezte meg. Kocsolán dalos játékos foglalkozás várja a legkisebbeket és szüleiket két hetente, ahol az együtt töltött idő lehetőséget ad az anyukáknak ügyes-bajos dolgaik megbeszélésére, míg a gyerkőcök mókás készségfejlesztő játékokkal játszhatnak. A Csicsergőben a családi légkör kialakulása mellett a gyerekek az élő énekszót a számára legfontosabb embertől, az édesanyjától hallja. Értünk a bababuliba. A kocsolai gyerekek örömmel látogatják a Csicsergő foglalkozást, ahol amellett, hogy hasonló korúakkal tölthetik idejüket, számos új ismeretet is elsajátítanak, mondta el helyi óvoda intézményvezetője. Ez a kezdeményezés 2017-ben indult, a védőnővel együtt alakítottuk meg ezt a csoportot, pont azért, mert láttuk, hogy igény van rá a kisgyermekes szülőknél, ugyanúgy a babáknak is, mint már a 2-3 éves korosztálynak. Ebből adódik, hogy ez 0-tól 3 éves korosztálynak szól. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szülők ne legyenek magukba, tehát önmagukra hagyva, hogy lássanak más fejlődő gyerekeket is, egymással meg tudják beszélni a problémáikat, ne gondolják azt, hogy csak nekik van hasonló esetük, vagy hasonló problémájuk, hogy egymás közt ezt meg tudják beszélni. A foglalkozások úgy épülnek fel, hogy többségében mozgással, mondókázással, ölbeni játékkal, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerek és az anya kapcsolatát már itt is erősítsük, ugyanúgy, ahogy a szülés után követ
következik ebből, hogy egymásra szükségük van. Bíztatom az anyukákat, hogy mindenkinek szép hangja van, mindenki nagyon jól tud verset mondani, és a gyerek szemszögéből az ő hangja a legszebb a világon, és ez bizony-bizony egészen sokáig felnőtt korig is szinte vinni kell tovább. A legfontosabb, hogy legyen kedve jönni, és hogy érdekelje ez az egész dolog, ami történik, és úgy gondolom, hogy aki egyszer eljön, ő mindig-mindig visszatér. Van egy mag, aki azért két hetente jár, vannak, akik kevesebbszer, sajnos a Covid itt ugye ezt megakadályozta, de most ugyanolyan lelkesedéssel és egész szép számmal vannak itt a gyerekek a szülőkkel, anyukákkal együtt. A foglalkozásokon való résztvevők száma változó, de ez nem befolyásolja, hogy két hetente a legkisebbek is közösségi életet élhessenek, ez pedig megkönnyíti számukra, majd az óvodai beszoktatás időszakát is. Akik 17-be kezdtek, ők ugye már elballagtak az oviból többsége, és nagyon nagy különbség volt, akik már ide jártak a csicsergőbe, megszokták ezt a légkört, tudták, mikor jönnek az oviba, hogy biztonságos helyre jönnek, jó helyre jönnek, hisz megismerkedtek az itteni játékokkal, tornaeszközökkel, egyebekkel. Megismerkedtek itt a dolgozók nagy részével, és nagyon önállóak voltak, amikor kezdték az ovit, úgyhogy nem csak a 0-1 éves gyerekeknek, hanem így az ovi kezdés előtt is én azt gondolom, hogy ez fontos. Minden korosztálynak megvan az a sajátossága, amire őnek is szüksége van, és ezt próbáljuk így átadni és biztosítani. A tematika az hasonló, igyekszünk azokat a mondókákat, dalokat ismételni, és mindig van új is természetesen, de ugye miután a korosztály függő, ezért igyekszünk felosztani 0-tól 1-ig, 1-től 3-ig. Még ugye a közösségi lét előtti történet, amikor még otthon vannak a gyerekek, és igyekszünk az anyukákat bíztatni arra, hogy ők is mondják otthon is ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyjából így épül fel. Az első fél óra az egy kötöttebb dolog, és utána kötetlenebb foglalkozási eszközök vannak, amikor a gyerek saját maga választ játékot, de ugyanúgy vannak zeneeszközeink is, és ugyanúgy mondjuk tovább a mondókákat, dalokat, de beszélgetések is vannak. A szülők érdeklődési körének megfelelően próbálunk tematikát összeállítani minden alkalomra. Gondolok itt a mozgásfejlődésre, az étkezésre, a bármiféle probléma felmerül, hova lehet fordulni, kit lehet keresni, és így egymás közt is és szakemberekkel együtt tudunk ebbe segíteni, amennyibe igény van rá. Azt szoktam mondani, hogy a mamáknak ez egy kardioedzés is, ugyanis látszik majd, hogy azért itt igen, a babákat ölbeveszik, ringatják, tornáztatják, ez a mamáknak is úgymond ez egy mozgásforma, és bizony ők is azért a végére kellemesen elfáradnak. A gyerekek néhány foglalkozás után barátságossá nyitották kezdeményezővé, az egyszerű ritmus hangszereket használni tudó kisgyerekekké válnak, és mindezt játékosan, észrevétlenül, direkt tanítás, vagy bármiféle kényszer nélkül érik el náluk, hangsúlyozta a település védőnője. Én nagyon szeretik egyébként az anyukák, szívesen jönnek, van, amikor többen vannak, van, amikor kevesebben, most nem olyan sokan, pici falu, mégse ismerik egymást az anyukák, úgyhogy én azt szeretem a legjobban benne, hogy olyanok is összetalálkoznak és összebarátkoznak, akik egyébként nem. A gyerekekről nem is beszélve, hát ők, akinek nincs testvér, az itt lát gyereket, úgyhogy ez a legnagyobb haszna, én azt gondolom. Eddig is tudtuk a Covid előtt is, hogy a szocializáció az milyen fontos a gyereknek, hogy társak legyenek, ahol nincs testvér, ott és a Covid bejött, ez nagyon-nagyon látszott rajtuk. Tehát egy 6 hónapos gyerek megrémült a felnőttektől szinte, mert boltba se jártak, tehát hogy nagyon-nagyon fontos. A Covidnak ez is a haszna talán, hogy erre rádöbbentünk, hogy mennyire jó ez nekik, hogy látnak másik gyereket. Az anyukák is nagyon sok új dolgot tanulnak. Van, aki otthon is sokat foglalkozik, ilyen mondókázással, tornával, de mindig tanulnak újat, és nagyon örülnek neki. A dalok éneklése közben fejlődik a gyermek hallása, éneklési készsége, ritmusérzéke. A játékos kiszámolók, höcögtetők, mutogatós mondókák, ölbelovagoltatók, új kéz- és arcjátékok, vagy éppen táncoltatók a gyermekek megfigyelő készségét, emlékezetét és figyelmét is fejlesztik. A foglalkozások hatására fejlődik a gyermek memóriája, bővül a szókincsük, jókedvre deríti a gyermekeket és mellette a szülőket is.
Hangszerbemutatókkal járja a környező általános iskolákat és óvodákat a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógus gárdája, akik a zeneszón és a hangszerek bemutatása mellett minden kérdést megválaszolnak, ami felmerül a gyerekekben a zenetanulás kapcsán. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, mi a jelentkezés módja, ez kiderül a következő percekben. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola három művészeti ágazaton várja a leendő növendékei jelentkezését, hogy milyen feltételekkel ezt a tanintézmény vezetőtől tudhattuk meg. A táncon belül ugye társas táncot lehet nálunk tanulni, és a zeneművészeti ágon belül pedig rengeteg mindent. Tehát vannak fafúvós tanszakunk, azon belül furuja, fuvola, fagott, oba, klarinét, szakszofon, van részfúvós tanszakunk, ott is minden hangszer megtalálható, trombita, kürt, tenorkürt, baritonkürt, tuba, de természetesen, amikor mondjuk egy kicsi jön hozzánk, tehát másodikos, elsős, vagy harmadikos, akkor és fúvós hangszeren szeretne, akkor... Általában a furuját szoktuk javasolni egy kezdő hangszernek, mert azért az ad egy alapképzettséget, meg hamarabb van sikerélmény. Ezen kívül van még vonós tanszakunk, ahol hegedülni tanulhatnak a gyerekek, van még billentyűs, illetve hát akkordikus tanszakunk, ugye a billentyűsön egyelőre zongorázni lehet csak, majd azért van terve még a következő időszakban kis fejlesztés is, de most a zongorát tudnám javasolni a gyerekeknek, és akkor akkordikus tanszakon pedig ütő hangszereken lehet nálunk tanulni. A mostanság járjuk az iskolákat, óvodákat, kis hangszerbemutatóval csalogatjuk a gyerekeket, és a jövő héten indulnak a képességmérések, mi azt úgy hirdetjük nekik, hogy játszunk velük egy kicsit igazából, tehát ott mérjük föl énekhangjukat, ritmusérzéküket, hogy lássuk, vagy akkor nézzük meg, hogy alkalmas-e arra a hangszerre a gyermek, amit éppen választott, hanem akkor próbáljuk olyan irányba terelgetni, ami neki jó lenne. Szeptembertől a zeneiskolás diákok majd heti több alkalommal vesznek részt foglalkozáson, a sikeres beiratkozást követően. Amikor valaki hozzánk beiratkozik mondjuk most zenére, akkor az azt jelenti, hogy hetente kétszer fél óra elfoglaltság a főtárgyból, tehát a választott hangszerből, valamint kétszer 45 perc szolfés óra, mert hogy ugye anélkül nem működik a hangszeroktatás, tehát az elméleti alapok is kellenek, tehát ez a négy elfoglaltság van a gyerekeknek a kezdetekben. Aztán utána persze, hogyha majd mondjuk kamara, vagy zenekar, vagy zenetörténet, vagy kórus, vagy bármi, amit éppen ő szeretne még pluszba, vagy ügyesnek találják a kollégák, és ilyen irányba terelgetik, akkor ez növekedhet, de alapjáraton négy elfoglaltság van egy héten. Az intézmény közösségi oldalán minden szükséges információ megtalálható a felvételivel kapcsolatban. De várják azokat is, akik személyesen kívánnak érdeklődni az induló képzések után. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!